emlékeztetőül. A patkány! Parazita! Apu! Sean, mi van vele? Apu! Hívd a mentőket! Ja, Istenem! Apu, kérlek! Egyáltalán lélegzik! Nem temethetnénk el előbb. Nem elsősorban az eltávozottra gondolok, hanem a hozzátartozójára. Viviennek igaza van. Sean nem tudott az apja szenvedélyéről. Ő pedig téged óvott volna. Nem, csak önmagát akarta megvédeni! Mondd el, milyen dühös vagy, hogy milyen igazságtalanság. Ez mondja, mit akarsz, és bocsáss meg neki. Mint hibázhatunk. Ezt szoktad mondani. Nem kéne bemenni és mellette lenni? Adjunk neki egy kis időt. Úgy érzem, hogy tennünk kéne valamit. Épp teszel. Lájjon erre és az ütöpeletes ütésállagára! Hogy a mai naptól kezdve kitartsanak egymás mellett jóban, rosszban. Igen. Loisa, elfogadod-e Nicket törvényes férjedet? Igen. Van hatodik lehetőség is, mely során azt mondjátok, Nick szerelmem, jó barátom. Elfogadsz feleségedől? Feleségedül? Állj le! Mi a hetedik lehetőség? Tandori csirke. És az is lehetséges, hogy ti írjátok meg a fogadalmat. Mellyel eljutottunk az utolsó pontunkhoz. Tanácsadás? Tanácsadás? Tanácsadás. Biztosra veszem, hogy nem szorulunk rá. Mindenki ezt mondja. Itt a helyi szakemberek listája. Ez talán jogi követelmény? Úgy van, ezt fel kell ajánlanom, mivel minden harmadik házasság válással végződik. Jó, de várj csak, nem kéne esküvő is a válás előtt? Igen, de minden házasságban bizonyos ponton felbukkannak konfliktusok. Gondoljátok át. Van csoportos terápia Sapphire-be. Úgy vélem, az a megfelelőbb. Kösz, Mark. De ami nem tört el, nem kell megjavítani. Magyar hangok. Nagy Kálózi Eszter, Szabó Éva, Kardos Eszter, Menszátor Magdolna, Schneider Zoltán, Nádasi Vera, Berzsenyi Zoltán, Zsurzs Kati, Kárpáti Levente, Cető Roland, Szalai Csongor. Rózsa ágy. Macska csata. Na, ezt a képet úgy nevezem, híd a főutcai nyilvános illemhely felett. Megbocsáss, de épp az absztrakt korszakomat értem, ez egy szivárvány. Pedig tényleg olyan, mint a főutcai női vécé. Na ne, ezek a tejfogaim? Igen. Megtartottad őket? Na, ennyit a fogtündérről. Az egy gyalázatos mese. Arcátlan módon tanítja zsarolni a gyerekeket. Ha belegondolok, a doboz ezüst lehet. Talán jól jöhet az esküvőre, mondjuk a gyűrőknek. Nickkel gondjaitok van? Nem. Ez csak Mark tanácsadó brosúrája. Tanácsadás Marktól? Mark lett a válási celebráns? Minden párnak javasolnia kell. De mi passzolhatjuk, mert nincsenek gondjaink. Akkor miért googlisztad a szerelem doktor weboldalát? Csak tartsd meg, vagy dobd ki, ahogy tetszik. Várjunk csak, mi ez a sietség? Nem sietek, csupán rendbe teszem az életemet. Megszabadulok a lomtól. Értem. Kitakarítod az egyszem drága gyermekedet az életedből. De nem szabad. Ne csacsiskodj, lányom. Anyu, itt maradt a teszted. Mennyire illetek össze a szerelmeddel? Roppant szellemes vagy. Mi az? Jaj, ne! Meghalt! Ez egy oposszum. Jaj.
Jaj, nem olyan biztos, nem. Szerencsétlen pára életben van. Poli, elvisszük Debhez. Gyere, ülj az anyós ülésre. Anyu, felhívnád Debet? Mondd, hogy mindjárt ott vagyunk. Már hívom is. Csak tedd le ide. Lássuk. Igen, igen. Pontszerű sebek. Határozottan egy macska műve. Nekünk nincs is macskánk. Nem, egy vadmacska lesz a Nemzeti Parkból. Több százan vannak. Pusztítják a kisebb vadakat, kezelhetetlenek. Ez borzalmas. Nos, amelyik ezt tette, biztos éhezett az éjjel. Mit tehetsz érte? El kell altatnom. Jaj, ne! Nem is szereted az oposszumokat. Nem is, ha az én házamban ütnek tanyát, de ő... Na látod, ezért lobbizom a tanácsnál már vagy fél éve. Szigorúbb macskatartási szabályozások kellenének. Milyen szabályozások? Olyan durvák, hogy az összes macskabarát Rainbow's Endben tűket döfködne miattuk egy Deb babába. Amint meghallgatnak a ma esti tanácsülésen. Ezt nem hiszem. Meglátod? Az Echo-nak nem kéne foglalkoznia az új javaslatokkal. Ez is csak újabb indok lenne az extrém zöldek számára, hogy macskákra vadásztanak és kalapot csináljanak belőlük. Én azt mondom, szükséges. A park vadmacskái már veszélyesek. Látom, nem csak ők vadultak be. Tavaly csak nem kinyírt egy. Épp a parkon át bicikliztem. Amikor egy fekete macska bukkant fel előttem, felugrott a biciklire, én meg leestem, felnéztem, ott állt, és a szemembe bámult. Aztán meg elszelelt. Túléltem. Ó, jut eszembe. Ó, ez ám a hatalmas vadmacska, a bizonyára elszánt oposszumvadász. Ne szellemeskedj. Bocsánat. Megnyerte a legszebb ivartalanított díját. Tessék? Legszebb ivartalanított? Ez elég különös kategória, nem igaz? Nem különösebb, mint elvárni, hogy a macskánkat folyamatosan bent tartsuk a házban. De te is bezárva tartod Iris, nem igaz? Iris egy fajta tiszta, győztes példány. Egyetértek Viviennel, óvatosan kell írnunk a témában. Szerkesztőként nem lehetünk elfogultak. Egy csöppet sem vagyok elfogult, csak elmegyek a megbeszélésre és írok róla. Rendben? Ugye te nem mész erre a gyalázatra, Gavin? Nyugodj meg, Vivien. Túlságosan felizgatod magad. Marty, beszélj vele. És mit mondjak? Hogy úgy néz ki, mint egy meghízott napra forgó. Kérlek, Viv, utolsó esély, hogy Iris legyen a címlapon. Arra hiába vársz. Nem teszem meg a zöldek céltáblájának. Mennyire illetek össze a szerelmeddel? Louis? Sziasztok! Rámolás közben találtál egy csavarkulcs készletet, amit Nicknek akartál adni? Nem, megtaláltam a régi motoros abroncspumpámat. Nick új szelepet tesz bele. Az jó. Csak szólni akartam, hogy este dolgoznom kell, mert az Echo ír a tanácsülésről. Ott leszek, a világért sem hagynám ki. Igen, fogadom, hogy Depp pártján állsz. Csak ugyan? Nos, kiskoromban nem engedted, hogy macskám legyen. Egyáltalán nem igaz. Kaptál tőlem egy sejmes kismacskát a 8. szülinapodra. Persze, kaptam egy kitömött plüssi játék perzsa macskát. A minap a kezembe is akadt. Csak ugyan? Egy dobozból rámoltam. Úgy volt, hogy jótékony célra adom. Anyu. Ugye neked nem kell? Értem. Nos, folytassuk a munkát. Viszlát, Mina. No, mi a helyzet? Nos, úgy tűnik, túl sok helyet foglalok el anyám életében. Szólt, hogy találtunk egy sérült oposszumot? Igen, és kíváncsiskodott. Minek kapcsán? Tanácsadás. Louis, ugye nincs szükségünk tanácsadásra? Nos, egyikünkre ráfér. Tanácstalannak nyilvánítom magunkat. S
Sean a nagyobb urnát ajánlotta volna, ha úgy gondolja, nem fér be a kicsibe. Igen. Visszahívhatnánk? Köszönöm. Sean, ezt miért csinálod? Igen, még itt vagyok. Bocsánat, mit is mondott a gravírozásról? Ezt is onnan kéne megbeszélnie. Megkérem, hogy hívja vissza. Igen. Amint lehetséges. Köszönöm. Igen. Viszlát. Oli, menj az utamból. Nem. Mit mondott a bankigazgató? Sötét jövőt festett elém. Azt mondta, jelen csak csődöt, és adjam el, amit lehet. Nem mondtam el apunak, amit valóban szeretnék. Mit szeretnél? Művésznek lenni. Abba hagyni a temetkezést. Hát tedd meg! Hagyd abba! Menj képzőművészetire! Mi lesz azokkal, akik számítanak rám? A kifizetett temetésekkel? Majd kitalálunk valamit. A város mindig függött a Smithwickektől. Arrébb mennél? Kérlek. Smithwick temetkezés. Üdv, Mr. Thompson. Szia! Szia, kicsim. Szóval ma nem segítesz Sean-nak? Mit tudok a koporsó bélésekről és az urnákról? Kétlem, hogy segíthetek neki. Abban, amiben kéne. Annyira dühös. Kétlem, hogy bármi ráció lenne a gyászban. Emlékszel apu halálára? Mindenki másképp reagál. Igen, tudom, de nem is eszik rendesen. Körülveszi a halál. Megpróbálja feldolgozni, és ez elviselhetetlen. Kérek. Mi? Egy macska? Igen. Ez kicsi ahhoz, hogy van macska legyen. Kóbor lehet. Tudod, félek a reakcióktól, amire számíthatok. Mindenki imádja a macskáját. Bárcsak megakadályozhatnánk, hogy gyilkolásszanak. Nem kell aggódnod, mert Marga támogatunk. Ó, Istenkém, adakozol. Nézd itt, Humart. Martin. Nincs itt a tárca. Szia. Hölgyeim. Szia. Sziasztok. Louis a háza körül egy macska garázdálkodik. Akkor kölcsön kérném egy csapdádat. Itt. Van is egy a kocsiban. Majd jutasd az eszembe, oké? Okay? Oké. Okay. Jótékonyságig vízest holnap este. Ki akarsz készíteni? Még mindig a tanácsadás aggaszt. Felejtsd már el, Márk. Talán sosem szabadulunk meg a Nemzeti Park vadmacskáitól, de legalább tehetnénk valamit a vadakért. Hogy rövidre fogjam. Egy. Kötelezővé tennénk a házi macskák ivartalanítását. Ez aljasság. Kettő. A macskákat a gazdájuk birtokán belül kell tartani. És három. Fokozatosan csökkenteni kell a macskák számát Indigo körzetében. Hogy gondolják? A szárnyasokat is megtépázzák. Köszönöm, Gavin. Köszönjük, Deb. Lenne esetleg másnak is hozzáfűzni valója? Ehhez mi hozzáfűzni valónk Már lenne? Már feltennéd a kezed, ha fel akarsz szólalni? Jól van. Vivien? Ó, már kezdődik. Köszönöm, Gavin. Én is fontosnak tartom a környezet megóvását, csak hogy felelős macskatartásra kellene oktatnunk az embereket. Igen. Nem törvényeket hozni, melyek megfosztják őket alapvető jogaiktól. Unatkozott. Nagyon jó. És mi lesz azon vadállatok jogaival, melyeket évente lemészárolnak? Igen, igen. És mit tehetnénk az éttermünk elég kidobott macskák érdekében? Nem valami vicces. Rendet, nyugalom kérem. Higgadjunk le. Így senkit sem hallunk. Egyszerre csak egy beszéljen. Gev. Egyszerre csak. Gev. Marty? Szerintem a nemzeti parkbeli vadmacskákkal van gond. Vagy begyűjthetnék őket, és azután lelőhetnék, vagy mondjuk megmérgezhetnék. Rendet! Rendet, emberek! Kérem! Deb! Deb! Meghallgattam minden mondandódat. Ugye neked sosem volt macskád?
Voltak tanyasi macskáim. De nem házi kedvenced, amelyik képes rá, hogy a barátod legyen, a társad, és simogathatod, és elalszik az öledben. Ugyan! Ilyen macskád sosem volt? Nem. Tudom, milyen fantasztikus munkát végzel a vadvilággal, de az emberekre is gondolnunk kell. És néha a macskák megfelelőbb terápia, mint mondjuk egy adag idegnyugtató. Már! A macskák túl sok pusztítást végeznek. Gyilkosok, mindegyik vérszomja az éjszerelmére. George Clooney senkit sem ölt meg. Csak egy patkánykölyköt, és be is hozta. Az nem egy patkány volt, hanem egy antehinus. Hogy ante mi? Antehinus, egy erszényes menyétfajta. Fogadok, sok szaladgált a házatok körül, mielőtt beszereztétek George Clooney-t. Ezt korábban sosem említetted nekem. Hát, mert attól féltem, hogy emiatt megromlana a barátságunk. Ha a tanács elfogadja ezeket a nevetséges törvényeket, azt javaslom, hogy a Rainbows and a macskatartói ne fizessenek önkormányzati adót a következő 5 évben! Nyugalom, higgadjanak le emberek, kérem! És mi lesz a mi jogainkkal? Elnézést, ahó! Én megértem, hogy határozott véleményük van, de látniuk kellett volna, mit művelt egy kóbormacska egy kis oposszummal a házunk előtt ma reggel. Akkor meggondolnák magukat. Hát igen, én nem fognám senki pártját, csupán el akartam mondani. Most már tisztáztad az álláspontodat. Ennyit az újság elfogulatlanságáról. Nyugalom, kérem, higgadjanak le! Ezzel le is zárhatjuk a megbeszélést, Minna vezeti a jövő heti közgyűlést, szóval jó éjszakát és sok sikert! Meglehetősen különös, hogy így hallgattál, anyu, mert élveztem, hogy hátradőlve figyelhetem a demokráciát. Igen. Nagyjából ennyi. Persze a macska dühös lesz, így rádobhatnál egy tüdő között, attól lecsillapodik. Ezt kellett volna csinálnunk a gyűlésen. Ó, nem veheted a szívedre ezt a kis macska csatát. De mindenki olyan ellenséges volt. Igen, ez kihathat a barátságra. Hé, talán nekik kéne tanácsadás. Oké, most felállítom. Ó, ne. Mi az? Nem kell csapda. Miért? Csak szerintem túl stresszes, és nem... Mégis kinek? Neked vagy a macskának? Gyere, cici, gyere! Most megvagy. Nem dobált meg? Nem, hamar lecsillapodott. Ó, mégsem tetted be ide. Nick, nem árt, ha adunk neki néhány napot, hogy kicsit hozzánk szokjon. Jaj, Louis, nem szeretném, ha összemelegednétek. Ó, nem fogok, csak kétlem, hogy vad lenne a fiú, mert édesen szaglázta a kezemet. Ó, hát, már jó úton jársz ahhoz, hogy összemelegedjetek, ha rájöttél, hogy fiú. Ó, onnan tudom, hogy nem hajtotta le az ülőkét. Nem hagyom úgy az ülőkét. Igen, tudom. Fura is. Jó vagy rossz értelemben? Határozottan jó. Ó, akkor jó, mert nem kell. Akkor 6-kor? Igen. Egyeseknek dolgoznia kell. Szia.
Szia, Nick! Aha, vissza a természethez. Látod, milyen isteni? Hogy bogarak másznak a fenekemre? Szeretnék zuhanyozni és hajat mosni, vagy várjak, amíg esni kezd? Anyádnak nem sürgős visszaadni a macskát, és Sean ügyfeleit nem zavarja a mosatlan hajad. Nick, egyébként ma nem megyek be a ravatalozóba. Hogy fog Sean boldogulni? Neki olyas valaki kell, aki tetemeket és koporsókat emel. Nekem nem megy, nem én vagyok az embere. Értem, de azért mellette leszel támogató. Igyekszem. Helyes. Mint mondtam, a férfinak azzal teszel jót, ha házi kosztot kap és frissebb a satingot. Ha ezekre ne nagyon számíts, ha el akarod venni anyút. Szia! Szia! Gondoltál már vala arra, hogyha nem... Írd be a legbosszantóbb tulajdonságát, az élet tökéletes lenne. Kérsz egy teát? Köszönöm, Gavin. Hordana Likrát. Igen. Jó reggelt! Jó reggelt! Talán nem leszek bent sokáig, mert van egy kis... fürdőszoba a gondom, így kénytelen leszek otthonról dolgozni kicsit. Remek ötlet, Luisa. Hagyd ránk a lincselő tömeget. Nos, ami azt illeti, az éjjel még fontosabbá vált, hogy eltekintsünk a személyes érzelmeinktől, és a közérdekét szolgálva tálaljuk az eseményeket. Ahogy gondolod. Te vagy a szerkesztő, Luisa. Igen, és vállalom is érte a teljes felelősséget. Ó, Márti, sikerült vadmacskát fotóznod? Persze, hoztam. Egész éjjel fenn kellett maradnom. Mintha azt mondtad volna Nicknek, hogy elmész valami foci ünnepségre. Nem. Egyébként nem ez a legnagyobb, amit láttam, de elég vérszomjas. Visszakergetett a kocsihoz. Tényleg? Gondolom nem azért, mert levetted a nyakörvét. Garfield Kutz. Majd kapsz Mrs. Kutztól, amikor rájön, hogy kiborítottad a szemetesét. Nézd, adj egy éjszakát a parkban, és megkapod a fotót. Márti, nincs rá időnk. Keresgélhetnél az állatmenhelyeken, és a sintérnél is. És a macska, amelyik a házad körül mászkál? Kétlem, hogy még ott lenne. Rég nem láttam. Akkor ez minek? Kinek lesz, Nicknek? Holly ötlete volt. Hát, ha csapdába ejthetjük. Butus Holly. Nem viszed kicsit túlzásba? Meg lehet. Ó, wow. Ficsi az illata. Oh. Amit erről nem mondhatok el. Tudod, mit gondolok? Szerintem Sean Smithwick egy nagyon-nagyon szerencsés fiatalember. Tényleg? Különben ezt kapná. Sok sikert. Köszönöm. Le! Anyu! Gyere! Hello! Hello! Megfoghatom? Persze! Ó, gyere át ide! Szervusz! Szeret minket! Szia, cicus! Nem sütöttem túl? Nem, Fincsi. Vasaljak neked inget? Te még vasalni is tudsz. Mondjuk, hogy többet tudok a vasalásról, mint a temetésekről. Apu azt mondta, mire elég alaposan kitanulod a temetkezést, addigra már te is a kocsi hátuljában utazol. Sean, tudod, hogy rám mindig számíthatsz. Igen. De nem dolgozhatok itt. Nem vagyok jó a melóra. Már kipróbálna a bárban, és ismét dolgozni kezdek a fogadóban. Ideje elkezdenem a pénzgyűjtést, hogy ne a nyugdíjig törlesszem a diákhitelt. Úgy tudtam anyukád fizetni a tandíjadat. Szeretném önállóan intézni. Mennem kell, Mark megtanít sört csapolni. Szia! Csúcsa parmezános csirkéd. Tényleg? Tényleg, Fincsi. Ne csináld Holly. Ezt! Nem akarlak elveszíteni. Nem is fogsz. Cicic!
Ahó! Cic, cic, cic! Cic! Ki az? Deb vagyok! Zárva az ajtó! Ó, oh, pillanat! Szia! Szia! Megértem, hogy nem akarsz elfogultnak tűnni, ezért is szól a szerkesztőknek. Belenéznél? Csak át kéne olvasnom most. Igen, ha kérhetlek. Elismerem, hogy elég intenzíven indul, de kialakul. Igen. Felveszem. Hagyd csak. Mi ez a szag? Elkaptad a macskát? Szerinted többen is lehetnek? Nem tudom, talán több százan is. Ugyan. Most gondolj bele, igaz? Tényleg, a sintértelep tele lehet. Tudod, ők nem tartogatják őket, ott nincs tumultus. Hiszen azt mondtad, otthont keresnek nekik. Ne akart tudni, hogy mit csinálnak velük. Tényleg? Mit csinálnak? Megölik őket. Nem jobb, ha itt hagyom, majd később visszajönnék érte. Kösz a támogatást, tudom, nem lehet könnyű. Semmi baj, beszéltél Márgal? Mi újság veletek? Nem is tudom. Nagyon megbántott. Ó. Majd megoldjátok. Biztos. Kösz. Szia. 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 Ennyire idióta vagy? Így nyiratod ki magad? Mi jutott eszedbe? Szia. Szervusz. Hiszen utálom a macskákat. Viv! Kevin, ha egy lakatlan szigeten rekednél, és csak egy állat lehetne melletted, melyiket választanád? Birka, kutya, kígyó vagy teve? Tudod, hogy macskát szeretnék. Ha macskát nem választhatnál. Akkor kutya. Mindjárt gondoltam. Te milyen állatot választanál? Természetesen tevét. Azt gondoltam, hogy sejted. Engedje meg. Köszönöm. Hagyományos kiszolgálás. Megmondanám, kérem Nicknek. Szeretném, ha a főállásban felvenne. Hát megint nincs itt. A héten harmadszorra. Hát remélem azért megy az üzlet. Ezt hozzáírom a számlájához, és... És gyorsan lemosom a szél... Vallomással tartozom a macskáról. Mi a baj? Deb! Csak aggódom Trevért. Tudod, megígérte, de nem hívott fel, és...
majd csak jelentkezik. Persze. Csak olyan különös érzésem van. Ugye nincsenek különös érzéseid Nick kapcsán? Nincs. Kivéve, ha annak számít egy Viki nevű hajó. Viki? Ki az a Viki? Nem tudom. Au! Au, te harapsz! Igen, harap. Csak játékból. Au! Trev egy furgonját Bessie-nek hívta. Igen. A hajókat bármiről elnevezhetik. Nincs senki a városban, akit Vikinek hívnának. Kivéve trükkös Vikit. Ki az a trükkös Viki? Tudod, trükkös Viki a Bandery Lane-ről. Louis, mit csinálsz? Csak építek egy kifutót. Látod? Felmegy majd egészen odáig. Majd le a kerítéshez. És azután ott a légi alagút. Alagút? Igen. Nézd, rákerestem a neten. Azután egészen a fáig tart, ahol lezárul. Így nem juthat ki a cica, a vadak nem jutnak be. Ne segítsek? Ne. Megy ez. Biztos, hogy bírod a macska tartásra járó felelősséget? Ó, tudod, a macskák jól kiismerhetők. A macskákkal mindig tudjuk, hol állunk. Nyomja valami a szívedet? Nem. De mit szólnál, ha Vikinek nevezném a cicát? Úgy tudtam, hogy fiú. Ó, igen. Még nem tudom, hogy mi. Várj, inkább add ide. Ne. Megy. Louis. Nick, meg tudom csinálni. Louis, megy, segítek. Ne. Add ide. Add csak ide, nem. Oké, add ide. Ne. Látod, add ide. Óvatosan, Louis. Add ide. Oké. Óvatosan. Igen. Menni fog. A francba. Nem, megy ez. Jó vagyok. Igen, menni fog. Bizony, pontosan erről beszélek. Na, erről beszélek. Tadám! Meglepetésnek szántam. Csak felkészítettem a tengerre. Tudtam, hogy szívesen hajókáznál. Gondoltam, jól jönne a nászatunkon. Nézd csak! 20 lábnyi, 6 hengeres, 165 lóerős, kajüttel. Sütő, WC, kinyitható ágy. Lakhatunk is rajta. Hűha! Amikor hajót mondtál, elképzeltem a Queen Elizabeth-et első osztályú kabinnal, medencével, elegáns vacsorák, na de persze a hajót úgy értetted, hogy... Hajó. És fantasztikus. Mókás lesz. Csodálatos meglepetés, köszönöm. És mióta van meg a kislány? Jó ideje. Jó, akkor a krízestre a kocsimmal megyünk? Nem bánom. Egy újabb nyeremény? Nem, ez a tiéd. Köszönöm. Luisa, kétségtelen, hogy átvészeljük.
Igyekszem, de most rendkívül nehéz baráti érzéseket táplálnom azok iránt, akik ki akarják írtani Indigo körzetének összes macskáját. Jól van. Nick, szétosztanád ezeket, kérlek? Nos, remélem jól megy a kvíz, mert nekem nem. Egy csapatban vagyunk? Már magam sem tudom, melyik csapatban vagy. Mégis mit jelentsen ez? Nem csípte a macskás fotómat. Ó. Oh. Ezt hol szerezted? A kamerám volt, foci fotókat kerestem. Ezt megtartatod. Van másolatom. Kellett ez feltétlenül? Muszáj volt. Így akartam, de... Ezzel a hatodik kör végére értem. Reméltem, erre is jó válaszolt. Sose gondoltam volna megmondani. Hány ujja van egy strucnak? Kettő. Írjátok össze a pontjaitokat, és hozzátok a pulthoz. Kettőre gondoltam. Sajnálom. Hogy állunk? A kék csapat vezet. Remélem, hogy nem sokkal. Az utolsó kört még feloszhatjuk, lány. Jöjjön a hetedik kör. Mindenki készen áll? Melyik évben volt, hogy a Tilaszint, más néven a Tasmán tigrist kihaltnak nyilvánították? Egy újabb a vadvilág szakértőnknek. Aki nem tudhatja az összes választ. De azt tudod, hogy kell kiirtani a kedvenceket. Ó, bocsánat, rosszul mondtam, kártevőket. A Tasmán tigris nem volt kártevő. Mondd ezt a pásztoroknak. Hiszen a vadállatoknak is kell enniük. De a macskák nem válogatnak, ők megesznek bármit. Ugyan, hagyjátok már, lányok, még elrontjátok a kedvünket. Folytathatjuk? Jöjjön a kettes kérdés. A macskák született vadászok és gyilkosok. Ahogy a Tasmán tigris is. Ó, az ég szerelmére. Ó. A legjobb barátaim vagytok, nem muszáj mindenben egyetérteni, de könyörgök. Nem ártana némi kompromisszumra lelni. Úgy van, úgy van. A gyerekversben dallolj egy hatpenisről, mit csinál a királynő? Mézes kenyeret eszem! Anyu! Jaj, úgy restellem! Szép volt, Mina! Szia, Nagyi! Szia! Gratulálok a tegnap esti győzelmetekhez. Kösz. Ki hitte volna, hogy Aidennek acélos esze van, ha kvízről van szó? De mennyire? Mégis ki tudja, hogy hány négyzetméter egy tekercs WC papír? Ó, milyen kis kezes vagy, mennem kell a halottas kocsi füstöt okád. Son összeomlik. Ó, Istenem. Ja, Istenem. Nem halad jól a macska kifutó. Szia. Szervusz. Szeretlek. Hogy te milyen édes vagy, milyen édes. Jól vagy? Igen, ajánlom, hogy kiérdemeld. Ó, édes Istenem. Na most, ahogy ígértem, bár már nem kéred, hisz itt az igazi. Ó, bizony. Egyébként egész jóképű jószág. Anyu, miért nem lehetett macskám kiskoromban? Mert elfoglaltak voltunk. Á, ugyan. Voltak kutyáink, libáink és tyúkjaink. Azok mind haszonállatok. Ó, értem. Nincs hasznod anyu szempontjából. Tudod, kiskoromban volt egy macskám. De gyilkos ösztön tombolt benne, és gyilkolta a madarakat. És egy nap apám épp hazatért a háborúból. Lement a folyóhoz pecázni. Én a közelben játszottam a húgommal. És zajt hallottunk. Apám épp folytogatta a macskát. A kis húgom, az én kis húgom vigasztalhatatlan volt. Tudod, Luisa, ha kirabolják a házadat, nem is a hasznos dolgok elvesztése bánt, sokkal inkább a személyes apróságoké. Volt néhány értékes emlékem a kiskorodból. Ezért akartam átadni neked. Mama. Oh, drágám. Jó, állítsd le!
Talán a gyűrűk? Mhm. Vagy hengerfejtőmítés? Mhm. Aiden, egyedül is megy, érted? Egykor temetésem lesz. Sokáig tart rendbe hozni. Nos, ha egy gyűrű lenne, vagy a tömítés, indíts be. Szerencsére nincs gond. Halleluja! Igen. Minden nagy hiba, ami előfordulhat vele, már megvolt. Nézd, Aiden, mint már mondtam, nincs szükség rá, hogy teljes állásban dolgozz. Oké, érem, még nem is látod kiteljesedni. Főzhetek kávét, moshatok overált. Imádni való, nem igaz? Milyen sokoldalú. Barát vagy ellenség? A harmonikus macskatartás kulcsa Rainbow Zenben. Egy macska és egy halott oposszum fotója. Ezzel tarthatjuk fenn a lapunk hitelességét. Személy szerint úgy vélem, igenis a hitelességünket támogatja. Kedvenc? Vagy kártevő? Éjjel, nappal, fekete-fehér. A konfliktus oka, hogy képtelenek vagyunk rátalálni a szürke árnyalatra. Ha városkánk polgárai megoldást találnának, hogy macskáink és a vadvilág harmóniában éljenek, megmutatnánk a világnak, hogy mind békében élhetünk. Nagyszerű, Lusa. Jó reggelt mindenkinek! Nem foglaltunk állást, most meg pártot váltottál. Mi? Megcsináltam a címlapot és megmutattam nekik. Ne várjátok, hogy mellétek álljak, amikor belénk csap a ménkű. Ez az egész nevetséges, ha engem kérdeztek. A nevetséges szó hülyén hangzik egy likrában feszítő férfi szájából. Gevel, minden rendben köztetek? Ami azt illeti, Lusa, a kapcsolatunk lassan a végéhez ér. Csupán a likra miatt? Nem. Remélem, nem bánod. Másoltam belőle, és az eredmény megerősíti a gyanúmat. Egy kapcsolat sem tökéletes. Nem is tökély urat keresem, Lusa. Megelégednék az igazival. Félek, hogy kínos lesz ezután a közös munka. Nem szükségszerűen. Ez bízd csak rám. Döbbenet, hogy így a szívedre veszel egy buta tesztet. Két egyezés a 48-ból. Még szép, hogy a szívemre veszem. Szerintem tanácsadásra kéne járnunk. Tanácsadásra? Mi az ördögért? A teszt szerint kizárólag két dologban egyezünk. Az egyik a macskák szeretete. Az is valami. Nevezhetjük szenvedélynek. Ó, Márgal is közös volt bennetek. És nézd, hogy végződött. Az teljesen más. Márgal házasok voltunk. Mi nem házasodtunk össze, és eszünkben sincs megtenni. De azt gondoltam... Mit gondoltál? Azt hittem, ez a másik, ami közös bennünk. Az egyetlen másik. 42-es kérdés. Egyet értetek, hogy a házasság a legjobb megoldás? Nagy kár, hogy kénytelen vagy leszerelni. Na igen. Azt hittem, örülni fogsz, mert nem is szereted a macskákat. Valójában, igenis, kedvelem őket, Louis. Különösen a Vicky nevűt. Halljam. Ki az a Vicky? Senki. Legalábbis számomra. Ó, a lányok szerint nem neveznél el egy hajót egy érdektelen szeméről. Nem én neveztem el a hajót. Már így hívták, amikor megvettem. Kiderült, hogy nem olyan egyszerű átkeresztelni egy hajót, és bal szerencsét hoz. Ne haragudj. Ó, milyen édes! És oposszumgyilkos. És a tiéd. Hiszen a tiéd? Nem, nem az.
Túl közel lakunk a Nemzeti Parkhoz. Nem szeretném egész napra a házba zárni, és el kell ismernem. Volt néhány probléma a macska kifutómmal. Luisa azt akarja mondani, hogy a cica sokkal boldogabb lenne nálad. Mi a terved? Semmi. Fáradozol, hogy Debet és engem összehoz egy tető alá, amikor Minna itt van hátvédnek, és azt mondod, nincs semmi terved. Jól van. Most nem a vadakról és a macskákról van szó, hanem rólunk. Mégis, hogy engedhettük meg, hogy egy ilyen kérdés elszúrja a barátságunkat? Igaz? Megkapod a cicát, de néhány feltétellel, hárommal pontosan. Az első, hogy ivartalanítod. A második, hogy éjszaka nem engedett ki a házból. Nem lesz több megvadult kóbormacska. Biztonságban lesznek az oposszumok. És kapsz magadnak egy bolyhos kis lényt, akihez odabújhatsz. Olyan édes. Nem teljesíti minden vágyad, de ez is valami. Nézd, Deb. Megmondtam, hogy nem egyeznénk bele a teljes mértékben macskamentes övezetbe. A magunk fajta kompromisszumot köt. Mi a harmadik feltétel? Nos, ez a legjobb benne. Kibékülhettek, lányok. Kénytelen vagyok szót emelni a macskák kapcsán, különben kihal a vadvilág. Nos, én meg minden bizonnyal túlzásba estem. Mostanában annyi minden nyomasztott. Az egyetlen reményem talán egy elkötelezett, szerető, hosszú távú kapcsolat, amiben a társam egy új cica. Ó. Oh. Ne haragudj, Mark. Jó fiú. Lásd be, nem vagyunk egy hullám hosszon. Értékes számomra a barátságunk, csak nem szeretnék megházasodni. Úgy ezt meg tudod érteni. Igen, Kevin. De azért még élvezhetjük egymást társaságát. Kétlem, hogy ezután élvezném a tiédet. Nem? Nem. Ha gondolod, hogy elboldogultok nélkülem, csak te, Luisa és Marty? Nem. Ha velünk tudnál maradni, megígérem, hogy minden eszközömmel azon leszek, hogy megkönnyítsem. Akkor majd meglátjuk, hogy megy. Nem garantálhatok semmit, Kevin. Lattét? Teját. Lassabban! Hé, finomabban! Nyugi, nem vagyok süket. A temetkezés első szabálya, légy óvatos. Ez a néni vagy egy tonnát nyomhat. Hogy adta be a kulcsot, talán betoncipőt kapott? Kétlem, hogy Mrs. Postlewaite-nek maffia kapcsolatai voltak. Második szabály, bány tisztelettel az elhunytal. Nem fog beperelni károkozásért. Ezt te hoztad össze. Hé, egy kis élet kell a halálba, és Aidennél nincs virgoncabb. Sem olcsóbb. Van egyéb hasznos szabályotok? Igen, ne rogyazd össze az állványt. Jó, ezt mondanok sem. Bocsánat. Louis. Ó, Nick, ez csodás. Nem kellett volna átkeresztelned. Szerettem volna. Majd rendbe hozom. Ne hozd rendbe. Nem kell tökéletesnek lennie. Hoztam egy kis pezsgőt. Hozhattam volna iránytűt is, több hasznát veszed. Nem sok a cuccod. Nem, ebben tévedsz. Nagyon is sok. Súlyos pongyász cipelek. Ahogy mindannyian. Nos... Annyi lelki teher nyomja a vállunkat, hogy elsüllyedne a Titanic. A Titanic már elsüllyedt, Louis. Már adott egy szöveget, amit a hajó keresztelőn felolvashatunk, és eltörli
a bal szerencsét. Ó, hatalom, mely uralja a szelet, a hullámokat és minden vízi élőlényt, kérünk téged, kegyes jó indulatoddal, töröld emlékeidből ezen nevet, hogy Viki, és e naptól kezdve szeretném, ha mindenki úgy nevezné, hogy Luisa. Szép volt! Köszönöm. Tessék. Csirió. Csirió. A hajóra. A hajóra. A következő részben. Hűha! Ez minden? Nincs sok fogyászom. Jó reggel. Jó reggel. Ó. Azt mondtad, nem gond, ha útban van a holmim. Ó, Holi! Jaj, szívecském! Ó, hová tesszük majd ezt az ízét? Temetés rendező vagyok, nem vizes fiú. Léci! Na jó. Köszönöm. Hogy tudsz lemondani róluk? Ugyanúgy szeretem ezeket a régi fákat, de Holi nem maradhatnak életben. Nem fogod fel, hogy nekem ez nem fontos? De számomra fontos, az nem számít. Fridáról szólva, mikor érkezik? Néhány nap múlva. Ami érdekes lesz a nagyit számára. Meg lehet, hogy ez az utolsó esélyünk. Már egyikünk sem lesz fiatalabb. A térkép szerint pontosan az ellenkező irányba megyünk. Akkor rossz a térkép, az ág önálló életre kelt. Magyar szöveg Vajda Evelin. Hangmérnök és vágó Takács György. Gyártásvezető Lajtai Erzsébet. Szinkronrendező Zákányi Balázs. A szinkront a TV2 csoport megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Produkciós vezető Bor Gyöngyi.